Erős lelki hozzáállással történt a régi, megbarnult, olykor már homályosan látható családi fotók, képek válogatása, hogy óriás méretekben újra láthatóvá váljanak, most már mindenki számára. Marsalkó Péter fotográfus 70. születésnapjára állította össze a tárlatot, mely egy nagyon szép emlékezés, végtelen tisztelet családja, felmenő iránt. Most úgy érzi, itt vannak vele, együtt ünnepelnek. Egy filmet látott nemrég, ami a kiállítás témáját adta. Egy film, ahol egy szerelmes pár közül a hölgyet megölték, a férfit a film végén megszúrták, és a tengerparton a homokban feküdt, és egyszer csak fölötte megjelent lebegve a szerelme, és azt mondta, hogy itt vagyok veled. És akkor rájöttem valamire, hogy mi lenne, hogyha abban az emberi közegben, amit családnak nevezünk, a gyerekkortól, akik már nem élnek, tehát a nagyapám, szüleim nem élnek, senki nem él, egyedül a nővérem, ő is 80 éves, hogy mi lenne, hogyha a 70 éves születésnapomon őket meghívnám, és itt velük együtt ünnepelnem ezt a dolgot. Ugyanúgy, mint a filmben, hogy azt mondják, hogy itt vagyok. Másnap, mint mondja, berontott a stúdióba, és az anyai hagyatékok szekrényben megtalálta a régi családi fényképeket. Ezt a szekrényt eddig soha nem nyitotta ki. Kinyitottam, és benn voltak ilyen 2x3 centis ilyen kis képek, megpöndörödve, megsárgulva, megtöredezve. Akkor láttam őket először. Itt 70 évesen előtt, ugye, akkor láttam őket először. Én rég nem sírtam annyit, mint amit akkor. És kiválasztottam 20 képet, abból 16 van itt kiállítva. És azt szerettem volna, hogyha itt lennének velem. Tehát megmutatni azt nekik, hogy mennyi bánatot okoztak, hogy nem hittek bennem. Mennyi olyan dolgot csináltak nekem, amit itt gyerekkorba és felnőtt korba visszajöttek. Hogy mennyire kevesen hittek bennem. A Marsalkó 70 elnevezésű kiállítást F. Kovács Attila Kossuth és Balázs Béla díjas építész, belső építész, látványtervező, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja nyitotta meg. Régi barátság köti össze a két embert. Ezt egyfajta ilyen szellemidézésnek tartom, egy ilyen identitás keresésnek, egy múlt keresésnek, talált családi fotók átalakításával, ami hát ugye nagyon messzire vezet, ő igazán kommentálta is nekem ezeket a fotókat egyenként, mert én kértem tőle ezt, hogy hát mondom, Péter, írok egy megnyitó szöveget, és hát tudnom kell azért, hogy kik vannak a fotón, légy szíves, egy leírást adjál nekem. És akkor ő ennél többet adott valójában, mert nem csak annyit írt le, hogy a nagyapám, a nagyanyám, akárki, hanem hogy milyen volt az ő viszonya ezekhez a rokonaihoz, illetve a rokonainak milyen volt a viszonyuk felé. A kiállítás megnyitót követően a barátok, ismerősök, akiket valaha is lefotózott, együtt mentek ki ünnepelni a Széchenyi térre. A Marsalkó 70-ről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.